Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Laci vagyok, és ti pedig a Gamepacsi csatornát nézitek. Nos, gondoltam, kéne nyomni egy kis déli knockoutot, mivel most lehet szerezni egy Team of the Tournament playert, és nincs semmiféle kritérium, úgyhogy megpróbálkozok vele, aztán meglátjuk, hogy sikerül. És hétvégén ugye pihenőm voltam. Igen, meg lesz 1500 szó, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Hétvégén nem voltam itthon csütörtöktől, úgyhogy talán pár meccset játszottam, mert azért a PlayStation-t elvittem, de hát igazából nem azért, hogy szüleimnél is most a szénnél játszom magam, vagy valami. Inkább tesó miatt szoktam hazavinni a PlayStation-t a vidékre. De hát vágjunk bele, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Messzi lesz magban. Hát először meg kéne nyerni. Aztán majd meglátjuk, mert azért nem annyira egyszerű. Hát ez most a fitness csapatom igazából, mert nem akarok fitnessre nagyon költeni, de meglátjuk, hogy melyikkel megy majd jobban, vagy hogy megy. Úgyhogy inkább váltsunk a köjtös csapatra. Ez meccs közben ugye nem így néz ki, múltkor is elmondtam, hogy váltok formációt, és csatárposzton Son játszik, illetve Köjt, és a támadó középpályás posztra pedig bekerül Snyder, a többiek pedig középpályán teszik a dolgukat. Meglátjuk, hogy mi lesz. Hát nem számolgatok vissza, ne haragudj, de azért próbálkozzál, hát ha tényleg összedob. Egyébként, hogyha visszaszámolok, az se jelent semmit. Itt jók a fitness dolgok, úgyhogy szerintem mindig csuk is el. Hello Sanyi, és üdvözlök mindenkit még egyszer, aki esetleg most érkezett. Bár tudom, Krisztián is láttam live-ol, de hát nekem is most van időm, úgyhogy aki akarja, azt tudja nézni.
Szerintem ma jön ki, ha jól láttam, ma jár le este a szavazás, úgyhogy ma fog megérkezni az új FUT 10 kártya. Meglátjuk, mi lesz. Elég szép kis csapat, ott volt Messi is, nagyon sok jó játékos, úgyhogy ja, most nincs ugye semmi kritérium, úgyhogy itt azért most lehet találkozni nagyon brutális csapatokkal is. Illetve nagyon jó játszó emberekkel nyilván. Na, gyorsan megpróbáljuk átszervezni a csapatot. Mindig ezt a felállást választom. Klasszenne kerül ide, bejön középre. Snyderson csere. Költ Snyder csere, és akkor így meg is vagyunk. Gyorsan kéne valami instrukciókat. Most a többiekre nem, ugye a védőkre nyomunk egy stay-back-et. A többit most nem, majd kicsit később esetleg, ha valami gáz lenne. Majd olvasom, srácok, a dolgokat, csak akkor most így meccs közben kicsit nehéz lenne odafigyelni. De ezért majd megpróbálok minél inkább. Arias Cole-nak meg lehetne még, meg is van. És toljuk, jön a fejes, nem jön a fejes. Meg kell próbálni. Költ egész jól fejel, a fejes pontosság az nagyon brutális. Hát Smallinger egy kicsit letestápoltuk az ellenfél játékosát, de annyi baj legyen. Egyébként szerintetek kinyeri ezt a... Basszus, mit csinálnak ezek meg? Ezt a FUT 10 kört. Én Lukászra tippelek, vagy Zané, de inkább Zané, talán őt használják többen. Egy OP francia csapatban nyilván elmegy azért Lukász is. De Bellarabival azért nagyon kevés embert láttam játszani, főleg a FIFA elején, azóta úgy szerintem kihalt. Mármint, hogy így nem játszanak vele még Bundesligás csapatok se. Ez az Osman Edenberé eléggé oda tett szerintem. Bellarabi nyeri? Hát szerintem nem, mert nem feltétlenül ratingre szavaznak az emberek, hanem hogy melyik illik legjobban a csapatukba. Egyrészt kevesebben játszanak Bundesligával. Nem biztos, hogy ez bárhova is számít, de hát majd meglátjuk. Snyder. Nem is megy az rosszul. Terstégennek öklözni kell. Hát Mané-nak rohadt sok speciális lapja volt. Itt igazából a FUT 10-ba azok kapnak, hogyha jól tudom, akiknek nem nagyon volt se inform lapjuk, de mégis nagyon sokat játszottak velük. Tehát így népszerű játékosok alapvetően. Mané-nak meg egy raklapnyi speciális kártyája van. Például Zanének csak egy, azt hiszem. Egy... hát most nem is tudom megmondani, hogy milyen kártyája van pontosan. 82-es, hogyha jól tudom. Zanének. De Bellarabi se kapott informot, illetve Lukásznak sincs semmi extra másik kártyája. Hát ez így benne játszok most, ez van. Tényleg 5 napja nem játszottam olyan a játékkal. Még semmiről, első mérkőzés.
Úgyhogy meglátjuk, hogy nem alakul. Hát nem jól, egyelőre. Marcos Alonso. Igen, ilyenkor jól jön a magassága. Valamiért nekem nem jött be a Marcos Alonso. Egyszer nem próbálgattam, de szerintem Cole jobb nála, mint védő. Ó, basszus. Aztán hát kinek mi jön be? Endofanirából meg még várok játékosokat, úgyhogy azért nem is költöttem annyira el a pénzemet. Még szerencsém volt, hogy például költött, én még 60-ból ki tudtam hozni, és ott is van költ. És hát ezt ő be is fejezi. Hát mondjuk én költnek mondom, de tudom, hogy sokan esett a kommentátor is, nem tudom, Kite-nak hívja. Meg kell még ezt szoknom. Így van, Zané azért eléggé OP játékos, nagyon sokan játszanak vele. Jani azt is kapott. Nem is értem, hát legjobb játékos volt idén. Csatárban nem tudom, ki fog majd kapni egyébként ilyen fut 10 lapot, az is érdekes lesz majd szerintem. Á, de megint az ívelés, nem baj, ott van Butland. 86-os Butland, próbálgatom, mert egyébként megvan De Gea is, de hát elég OP volt a 82-es Butland is, úgyhogy talán második meccsem vele, vagy harmadik, nem tudom. Ki kell próbálni, őt is úgy vagyok vele. Eddig nekem a legjobb kapus a játékban egyértelműen De Gea. Talán ő bakizott a legkevesebbet. És Kajt ezt is megoldja. Kajt, bocsánat. Hát csak az a baj, hogy Vardinak is volt. És mondjuk majd informja. De az igaz, hogy nagyon rohadt sokan játszottak vele. Mondjuk költre, vagy kájtra, igazából az a 60 ezer, amit költenem kellett, az úgy volt, hogy igazából csak 10-et kellett ráköltenem, mert a többi most hát a többi játékos az megvolt nekem klubba, csak egy-kettőt kellett vennem hozzá, úgyhogy nem mákos voltam. Akkor még nem mentek így föl a tocnapoknak az árai, meg ilyesmi. Mondjuk beleraktam a nachoszt, mert nem használom semmire. Illetve volt egy untradeable Modricom is, akit szintén nem használtam semmire. Soha nem akarok építeni igazából most már. És hát nem soha volt spanyol keretem, de most már nem szeretnék a 18-ig spanyol keretet, úgyhogy igazából csak úgy voltak ott a klubbomban. Még nekem nem is tetszett annyira az a nachos. Nem PlayStation 4-en játszok. Sturridge lehet neki csak egy szülinapos napja volt, bár talán annyira nem volt népszerű játékos, kevésszer találkoztam vele, többet láttam Lukakut mondjuk, de neki is van egy Rahedli speciális kártya, úgyhogy Lukakut nem hiszem, nem tudom tényleg, hogy ki lesz a csatár fut 10-ben, azért is kérdeztem titeket. De most nem játszunk meccset, channel, sok X, bocs, nem játszok most ellenetek, szeretném csak ezt a déli knockoutot megcsinálni, ha tudom, hanem akkor így jártam. Aztán majd szerintem akarok kezdeni egy jó kis sorozatot PC-n, jó kis agyrák címmel, agyrák csapat címmel,
egy ilyen jó kis muszás, nem tudom milyen összeállításba felrakni a csapatot. Mondjuk arra még kéne gyűjtenem egy kis coint, de szerintem azt gyorsan össze lehet dobni, és azzal meglátjuk, meddig tudok majd PC-n eljutni, ha már van egyszer EXS-em. Ott volt passz lehetőség. Tehát ott azért harcolt rendesen, és nehéz is elnyomni, mert elég erős, agilis játékos. Nagyon szeretem benne, hogy brutálisan, hogy mondjam, univerzális játékos, mert hogyha nagyon nem megy vele elől, akkor behozok mondjuk egy Lacazette-et, őt meg visszarakom középpályára, mert tényleg olyan statisztikái vannak, hogy simán akár középpályán, sőt még szélsővédőt is játsz, 80-as defense vagy defje van, úgyhogy akár még szélsővédőnek is be lehet rakni. Ajaj, azt lenéztem. Már baj megvan. Úgyhogy én ezért is csináltam meg Kite-ot, meg azért is, mert imádtam, mert régen holland válogatottban nagyon jó volt, meg a Liverpoolban is. Én angol foci szerető vagyok, úgyhogy nekem ő egy ilyen kötelező volt, mint ahogy, hogyha jön Gerrard is, meg Lampard is, akkor őket is mindenképpen meg akarom csinálni, és még talán Drogbát is, mint hogyha láttam volna, hogy lesz Lendofanira játékos. Hát nem tudom, hogy ennyi kijön-e a 300.000, max 400.000 coinomból, de könnyedén be is tudnám építeni mondjuk Lampardékat. Kicsit Drogba lenne nehezebb, de azért annyira nem. Vájszon! Hát szerintem azért nem akarok annyira drágább játékost venni. Igen, a legjobbak, amiket írtál. Mármint, hogy így nagyon olcsó. De például egy Walker azért ez drágább kategória már szerintem. Inkább egy Bellerin. Ilyen nagyon mainstream játékosokra gondoltam. Elsősorban is Ronaldo érkezik. Martial alap, Mané. Hát Wardy helyett inkább egy Rashford vagy egy Musa. Akiktől nagyon agyrákot lehet kapni. Olyan játékosokra gondoltam összerakni PC-n, és akkor velük menetelni. Nem tudom, akár hányadik osztályig, ameddig eljutok. Már úgy nagyjából fele megvan az, annak a csapatnak, meg kell neki még egy fitness csapat, mert PC-n azért tényleg így, főleg így kezdés után eléggé drágák, mondjuk a fitness lapok, meg ilyenek. Úgyhogy azon még kell dolgozni. Gyerünk, szóval ezt be is futjuk, úgy van. És a low driven shot. Hát 10k tudom, de PC-n azért más, meg 10k-ból veszek 3 játékost kb. Az agyrák csapatba. Aztán meglátjuk. Meglátjuk tényleg, hogy hogyan jön össze. Abból nem szeretnék semmi extrát kihozni. Mindössze egy ilyen OP Premier League-es beast. Ilyen, hát mondhatni szar csapattal szeretnék minél tovább eljutni. Ami mindenkinek az agyára megy. Tudom, kedves tőlem ez a gesztus, de szerintem vicces pillanatokat szülhet. Ezért túlzásban is akarom vinni, mert kicsit más a játék, mert is PC-n amúgy, ahogy tapasztaltam. Furcsa legalábbis, nem csak a kontroller miatt, mert a Xbox-on kontrolleren nyomom, de maga játékmenet is olyan furább nekem. Nem mondom, hogy rossz. Így most nem jött be. Igen, sajnos ez ballal kellett volna lőnie Kite-nak, de hát a jobb lábas és csak két csillagos a big footja, ami ki is jött, most nem merte ellőni ballal. Viszont a jobb lába az halálos, hogyha akár távolról, akár közelről életesen meg tudja oldani. Ah, szép passz volt azért, na.
És a gól is szép Messi-től. Nem, ez nem draft, daily knockout. Első mérkőzés egyelőre. Most kezdődött a stream nemrég, úgyhogy nem maradtatok le még semmiről. Egy szonlövés, király. Egyébként szóljatok, ha bármi gond lenne streammel, hanggal, bármivel, hogy jó ez így, ahogy van. Ezt elfelejtettem mondani az elején. Snyder, hogy vette volna át, csak ott volt előtte egy védő. Azért még itt vigyázni kell, és meg is lépott Sanchez, vagy Suárez, bocsánat. Tehát Butland, Sanchez, nem tudom miért Sanchez mondtam. Team of the Tournament player-t takar. Ezek az ilyen kék lapok, ilyen kulcsa hátterük van. De egyébként bejön a Google-be is, rögtön kidobja, melyikeket lehet, de van köztük akár Messi, tehát Ronaldo az nincs, de nagyon jó, Neymar is van, ilyen top player. Úgyhogy akár egy jó nyitással, de hát még messze vagyunk, első meccsen játszok, szóval még messze van azért az. Lehet, hogy a következőn kiesek, ezt már így behúztam 4-2-re, de ki tudja, hogy melyik meccsen fogok kikapni. Ejj, hát most nagyon előre futottam. Gyerünk. És 4-3-ra szépít a srác, de hát már nagyon a vége van, úgyhogy ebből már nem lesz semmi. Abban van Messi? Hát nem tudom. Akkor lehet, hogy én néztem be. Nem minden esetre vannak benne értékes játékosok, az biztos. Na hát a végére azért feljött a srác, de jól teljesített Költ, két gól, illetve Son is. Egy-egy gólpassz Reinaldumtól és Klaassen-től. Remélem még egy meccset kibírnak. Hát Foci Zsolt, én nem tudom, de ezért megkérdezném, hogy róla tudják-e otthon, hogy az vagy. Ja. Kontrakt. Hat. Ja, menedzsernek kellene kontrakt, jó. Hát, telefonhívás. Na, itt vagyok.
Na, hát megszabadultunk gyorsan Zsoltitól. Örültem, hogy itt volt. Hát ezért gyorsan dobunk egyet Vejnáldumra. Hát, nem kell, köszönöm szépen. Pálinka. Nem szok. Én egyébként tényleg nagyon antialkesztő, tehát nem iszok alkoholt. Semmiért. Néha talán egy sör maximum. Nagyon ritkán, mikor megkívánom, de ennyi. Hello, Gergő. Mit akartam? Fitness-t. Schneiderit nyitottál? Az nem rossz. Jobb, mint az enyém. Az a Bailey, vagy kicsoda. Hát ott majdnem összeszartam magam. Na, nézzük. Gündogan? Az nem rossz. Jó lenne nekem is valami, de hát még meglátjuk, meg is kéne nyerni előtte. Tudom, hogy kiről beszélsz, nem akarom estébe berakni, mert akkor nem, őt nem tudom középpályára visszahúzni, azért van Klassen elől, de őt ugye átrakjuk a felállást, és visszajön középpályára. Na, rögtön egy agyrák csapattal találkozunk, még azért egy Pogbára csak futotta neki. Egy Cazorlára, de a többi az... Fú. Nem tudom, meglátjuk, mi lesz ebből a meccsből. Tournament prospects are asking Lehet. everybody to get a ticket, Lehet. the lucky ones, to come and see this stage of the Szia competition. Máté, Stadium üdvözöllek Athletic téged Mantra. is. 40 itt vagytok, király. Amilyen nem én kezdek soha. Jó, azért tudja játszani is, vagy legalábbis így húzogatni tudja a labdát. És a Musza. Jó. Megy vissza középre. Sejtettem, de hát Butlernek ez nem akadály. Ez a lövés. Gyorsan alakítsuk át. Instrukciók. Késik a hang. Az nem jó. Akkor mindjárt megoldjuk, srácok, megpróbálom legalábbis. Na, nem tudom, hogy most jó lesz-e majd, meglátjuk. Így van, a nagy speedsterek ott vannak. Neked nem késik. Jó, mindegy, most újraindítottam a streamet, úgyhogy elő szokott fordulni korábban, hogy késett emiatt, és akkor így megjavult. Jó már, na, jól van, akkor örülök neki, megoldottuk a problémát. Edmundson, vette be a shell-t. Nem baj, jó az az 50k-s csomag. Hát legalább gondolom visszajött az ára a draftodnak. Gyerünk köjt. Ez a balos sajna elég szar, még vissza kellett volna passzolni. Megint Kite-ot kellett volna mondanom. Ezt még szoknunk kell. Próbálom úgy ejteni, ahogy a kommentár. Belém ivódott ez a köjt dolog. Hát most, hogyha nem visszahúzni akarom, mert átfojtott szon, amire nem számítottam, akkor egy V1-be kapura mehettem volna. Szerelés. Nem is volt ez rossz lövés. Hello Patrick.
üdvözölnek. És hát azért itt is mennek a folyós játékosok. Valahogy mindig megkerülik a védőt az ilyenek. Hát ezt szépen láttuk, jó van. Várok, de annak is, hogy ezt onnan előtte, mikor lepasszolhatta volna. Hát ez nekem csak jó, és ott meg elérte volna még, na mindegy. Chamberlain. Ezért ez a 93-as pace csak ért volna valamit. Na, merre dobott haver? Körét, gyerünk, lehetszük a védőt. Á, nem tudtam már. Bájival azért nehéz bármit is kezdeni. Hiába az a 82-es rating. Nagyon-nagyon jó védő. Viszont gyors is. Vizes VB-t én nem nézek. Ahogy engem nem mozgatnak meg ezek az úszósportok, meg ilyesmi. Ez a kajakkenu esetleg, ha van. Örülök egyébként, hogy a magyarok ebben nagyon jók. De követni nem nagyon szoktam. Még régen úszást ezt néztem. Meg most az olimpián talán még így egy pár hosszú katinka kört. Szóval gyerünk. És basszus, Walker. Ez azért szép volt. Megindul a futógép. Sem lehet vele mit kezdeni, muszával, hihetetlen. Hogy utál, azt a mekkora mentés, azt hittem ez gól lesz. Mennyire utálom azt a szont, vagy szont. Őt se szeretem, ha erre nem játszik, de musza az... Nekem az abszolút agyrák kategória. This is an exercise in patience as they try to get an opening. És nem pattan elé ki. Az szép volt. Kivételesen jókor csinálta valaki ezt a cselt. Általában csak úgy elsütik a semmibe. És Son. És mindig Son. És most már nem Son, megint Bai. De ott van. Juha, ez baj, ez nagy baj. Jön is a lövés, ami be is akad. Hát ez van. Na jó, hát csak meg tudjuk fordítani ezt is, mint az előzőt. Aztán hát lehet, hogy egy ilyen csapattól kell kapni. Mert amúgy jól bánik a játékosaival a srác, ezzel semmi gond. Ezt tudja, hogy mire képesek. Hihetetlen. Jó, hát jól nyomja tényleg, kihasználja a hibáimat. Játékosoknak a helyezkedési hibáit, úgyhogy ezzel nem tudok mit csinálni jelenleg. Ott is van! És ballal lőtte, vagy jobbal? Ezt nem láttam, na mindjárt visszanézzük. És
Mert ha ballal, akkor az érdekes, hogyha így eltalált. Ballal, vagy jobban? Nem, ballal lőtt el. Na mindegy. Szép lövés volt, az a lényeg. Néha elsülhet a gyengébbik láb is. És Payne nem tud átjutni ez a rohadt labda. Gyerünk, kapus! Jó. Atland megérkezett szerencsére. És ennyi volt, nem? Atland védés, ezt le is húzza. Nem tudom elolvasni ezt a dolgot, de majd mindjárt szünet lesz. Exciting half when you get both teams scoring in the first half. Doesn't always happen. It's happened here. Yeah, they're going at each other and I wouldn't expect the tempo to drop. Meg fogom csinálni mindenképpen a Winner SBC-t, de még az új szavazásokat is, de ezt nem tudom, hogy most élőadásban mert a hét körül érkezik a párom, és ugye akkor lesz a váltás is. És nem tudom, ez a stream is meddig tart. Mindig ilyen, ameddig kedvem a játszani, hát hogyha nagyon sokszor kikapok, vagy valami, akkor azért csak elmegy az ember kedve. De meglátjuk tényleg, hogy alakul majd a dolog. De mindenképp megcsinálom az összes ilyen SBC-t. Klubból nagyjából kijövök, szóval nagyon nem vészesek. És ott ez nagyon rossz beadás volt. Doom, és szerintem pont guide-ba pattan meg a labda, így is van. Sajnos, nem lehet a szöglet. Az legres. Azért beadjuk hátra. Jó, Dávid, üdvözöllek. Musza, hihetetlen. Ezt megint nem értem, hogy mi oda passzolta. Próbáltam kitenni szélre, de mindegy. Csak nem oldjuk. Rossz. Mondjuk szont céloztam meg, de valamiért nem ülök. Nem őt jelölte ki a gép. Hihetetlen. Walkert nem tudom visszatartani. És Mané, jó. Kín, és ez már nem. Rohadék Musza, nem már. Tőle mindig kapok gólt, mert nem játszik. Kicsit gyorsítsunk a csatásoron, én azt mondom. Úgyhogy Kövitöt betesszük Wijnaldum helyére. Kite. Egy, és jöhet Lacazette. Köszi szépen a lucot, ezt be se kapcsoltam, mármint hogy így az oldalt. Mindjárt olvasom is. Így már meg is jött. Van-e valami sorozat, amit nézek? Mármint ilyen tévésorozatra gondolsz, szerintem. Most a Game of Thrones-t
azt mindenképpen fogom nézni. Igen. Illetve hát nem tudom még. Fear the Walking Dead-et követem, bár eléggé rossz szerintem, de... Azért megnézem már meg szokásból. Éj, és nem jön be, nem adja be azt a cselt. Mit akarok csinálni, értetlen. Pedig most szerintem le tudtam volna úgy rázni a védőt, a muszra te menjél haza. Kezett. És nem jó, nem hiszem el. Hello Noel. Basszus! Ezt miért rúgta így? Még beleértek. És már nem hagyják a labdához kijönni. Ó, hát akkor letesszük rövidre. Az meg szerintem megért volna egy tizit. Na jó, nem. Ezért annyira nem. Oké, okay, nem baj, még jó lesz a Sonnak. Akazett mit kapott, le is sérült. Jézus Isten, nem igaz, hogy nem bírják elvenni. Második már nem jött be. Már még itt szép volt, sajnos. Jó volt a csel. Jameson. Jön a kapus. Kifarmi. Jarmond? Hát most épp nincs raidelés, majd közben nem, mert mondjuk én még nem is raideltem senkit, de hát hogyha itt maradtuk a végeig egy páran, akkor lehet róla szó. Az elején még én is Monreal-t használtam. De hova adod be? Ma nem lesz karrier, az biztos. Nem szeretem váltogatni a tematikát naponta. Hello, Glord Bassia, üdvözöllek! Hát sajnos, hogy boldog-boldogtalan tényleg elmegy erre a déli knockoutra. És hát jó a srác, na, el kell ismerni, egy ilyen csapattal jobban játszott, mint én, szóval... Ennyi. Semmi extra nem történt. Lehetőségem mondjuk meg volt arra, hogy szerezzek én is két gólt, vagy hármat. Dominating the use of the ball. No, they're not.
Ne! Nem csinál. El is dőlt. Nem gond. Jó van, Glott, hajrá! Remélem neked sikerül. Elsőre akár. Még annyira nem fogom összetörni magam ezért a játékosért, hogyha nem jön össze, akkor nem jön össze. Még egyszer megpróbáljuk most. Nem tudom, hogy ki lenne, aki nagyon értékes ebben a... Nem, most nem játszok senkivel, srácok, mondtam. Majd amikor olyan lesz, hogy nézők elleni játék, vagy bejelentem, hogy játszok ellenetek, akkor bármikor, de ilyenkor nem. Kit lehet most kapni? Team of the Tournament playereket. Úgyhogy nem rosszakat. Összességében. Krisztián láttam, hogy egy Fermánt kapott, 86-os Fermánt. Hát jó, mondjuk kapust ezt nem jó kapni. Ez általában már megvan az embereknek. Ugye jó, 30 ezret ért is. Ráadásul PC-n, szerintem itt ér vagy 20-at ez a Fermán. Na, próbáljuk meg még egyszer. Nyomjunk egy meccset a fitness csapattal. Hányos értékelést fog kapni Zané, hogyha ő nyer? Fú, szerintem egy 84-est. Azt viszont nem tudom, hogy mekkora tímet kell majd összerakni rá. Összességében. Na, hát próbáljunk meg velük egy meccset, aztán utána mehetünk vissza a másik csapatra. Nightbot. Nem tudom, mit írt ki már, nem írja ki. Ez a mez az annyira csúnya szerintem. Ez a, amit lehet kapni futtiz játékosokhoz. Az igen. Hát ez egy szép kis csapat, na. Nem tudom, hogy ott hogy fogok elmenni. Azon az oldalon. Hát igen, ez beteg egy csapat volt. Szerintem is legtöbben angolra szavaznak. Mert hát a legtöbben ilyen angol kis csapatokkal szeretnek menni, főleg az elején. Nagyon OP játékosok vannak benne, ugyebár. Rooney, hát beleértek, és ki is megy. Pink Power. Ja. Na, meg is van az első meccs, ez gyors volt volna. 5 góllal nyerek? Úgy legyen, úgy legyen. Ne Ederson rúgjon már, basszus. Inkább Rooney. Próbáljuk az öreg zsirura. Beleért még Marcos Alonso. Ezt át kellett volna állítanom, hogy ne Ederson lője itt a pontrúgásokat. Butland. Dehol Butlandet látok. Marciát de régen használtam amúgy. Csak a fitness csapat miatt raktam be. Nem akartam venni játékost oda. De mondjuk jó ez a 82-es is, régen nem szerettem. Sok meccsem van vele.
Hát ez Zsirú visszafelé. Középen mehet. Ott is van Mané. Azt le kellett volna passzolni most már, mindegy. Ezt is visszafejeljük. Sem. Nem lesz. Ilyen lesz. Luke Shaw. Na, szépen elédekezte. Mané. Mindig. Recsán. Beadás. Hát, más nem igen tudtam volna csinálni. Védeléssel mit akarnak? Nem tudom. Nem is Trivel Szarmand. Hát akkor, hogyha nem megy úgy, akkor próbáljuk Rooney-val. Be akartam még középre passzolni, de akadt. És ott van Mané, a másik agyrák játékos. Nem hallottam róla. Levante igazolt volna, de hát nem néztem ma még semmilyen transfer írt. Ne csináljuk már. Egy jó kis lag. Nem, lám mellett ott nehéz lesz elmenni. Inkább a másik oldalra kellene koncentrálni. Ott is megy Bellerin. Az elment Szotyér. Basszus, a bepassz meg szar. Was good progress with this attack. Robben, ó, hát ez Emre Canon nem jut el. Igen, PS4-en játszok. Csak PC-ről streamelek. Nem is volt lövés. Ez meg semmi nem volt. Hummels. Nagyon feltette a védelmét. Ott is megy a túloldalon Mané. Basszus, jön a kapusa. Érkezik Mané, és nincs meg a második, még pedig futhattam volna vele. Paladinst nem hiszem kipróbálom. Overwatch nekem az jobban bejön. És az PC-n van meg. De majd azzal szeretnék. Ó, az igen. Jó, basszus, a kapus, elfelejtettem, hogy a kapusra rúgom. Ezt még át kell állítani nagyon. Jó beadás, Martial, Butland martaléka lett ez a labda. Itt megy a flipper öcsi ezerrel. Nem kéne már a sírjára szegénynek valami töményet, hogy nem mindig itt koncertezzen nálam.
Só. Mindig só. Sarkadás, nem só. Nem, csak valamiért őt állítottam, amikor létrehoztam a csapatot. És mindig elfelejtem átállítani, hogy Ederson adja be a labdákat, de szerintem most ezt meg is teszem. Itt is meg lehet, csak hát ugye itt nem jegyzi meg. Úgyhogy a rollt, azt free kick, Rooney, mindent Rooney-en igazából. Nem tudom miért a kapust rakja be, tiszta hülye. Na, így már nem kell félni tőle, hogy egész pályás gólt kapok. Sliders meleg? Nem hiszem. Egon Csolt, szia! Téged is szeretünk. Annyira szeretünk, hogy már nem tartunk rád igényt. Az egója nem bírt el, hogy lemelegezett, én meg megkérdeztem, hogy az ő szülei tudják-e, hogy ő meleg, de hát ez van. Amúgy is nem tudom, mi baj van bárkinek is a férfi szerelemmel. Na mindegy, adjuk a témát. Hát a YouTube az szerintem mindenkinek szokott bugolni. Ez nálam is bőven előfordul. Valami hiba miatt nem indul el úgy a stream vagy ilyesmi. Vagy újra kell indítanom és utána meg jó lesz, úgyhogy így. Vagy a chat szarik be. Azzal meg nem te... Na, én sem tudok mit csinálni sokszor. Ajaj, hol van? Engedd már tovább már kinyoszt. Remzinek még ez a 86-os napja se az igazi. Nem tudom egyszerűen hova tenni. De hát őt ugye azért vettem meg, mert szeretnék előbb-utóbb egy full arzenált, és akkor már miért ne a lehető legjobbat, nem került sokba. Jó, a lehető legjobbat nem fogom, mert azért Özilből van drága verzió, nagyon drága, a Sanchezből meg minden drága, kivétel a sima aranylapok, azokat még megfizethető áron be lehet szerezni. Jönünk Rooney. Ezt a lámot nem fogom átjátszani, az biztos. Honnan odaért. Hát aki szereti, szeretne igazából egy baromira jó védőt, akkor érdemes megcsinálnia. Csak nehéz beépíteni, akkor ha nincs más, főleg Bayern-es játékosod. Én igazából azért nem is csinálom meg, mert nem akarok ilyen Bundesligás hibridet. Meg azért nekem Lám sose volt ez a nagy kedvenc, elismerem őt is, nagyon-nagyon jó focista volt. Fénykorában végig, de kelleni nem kell. Inkább majd egy Lampard vagy egy Gerrard. És hogyha még kijön, akkor mondjuk egy Drogba. Remélem minden hamarabb jönnek majd ők is az Endofani irába. Rooney! Az igen,
Honnan lőtte. Na már így. Hát, ez így nem gyenge. Nem játszok jól, ez az igazság. Hát lehet, mert mondjuk annyira sok kapura lövése nem is volt a sásznak egyébként. És itt hozhat be. Még ott van Zani, aki erősítés lehet. Meglátjuk. Hát Robben szerintem már elfáradt nála. Én nem cserélek, mert minek. Mondjuk Zsiru helyett berakhatnám a Lacazette-et. Xavi Alonso, rá vigyázni kell, mert iszonyatosan lő. Hát ezt benéztem. Ezt szépen megcsinálta azért. Igen, az mondjuk igaz, hogy jobb a csapata, mint ahogy játszik, de hát attól még engem megverhet, mert én meg nem vagyok egy jó játékos. A Zsirút hozzuk le szépen, mondjuk Mané is brutál fáradt, de nem baj, meglátjuk. Most ezt szépen megoldotta, ezt a gólt, ez tény. Ezért tud játszani, nincs is az a baj. De csak a két csapat értékét nézzük, akkor azért ott van különbség bőven. De ne úgy fordulj! Ez a Butland is mindent véd. Pedig azt hittem Robbent fogja levinni. Na ott indulhat Rooney. És bepasszoljuk. Ne, és ruftot rúg Rooney. Ott volt a meccslabda. Hát be kéne húzni igazából. Hú, most nincs zsíru, mindegy, talán Lacazette ezt még elfejeli, nem. Elfelejtettem, hogy már nem zsíru van ott. De nem már! Minden visszapattan hozzá, hát ez hihetetlen. Jó, Ederson. A Tumbest ezt fejelgethetem. És Lacazette, de közben ráncigálták azért utta így el. Na, Godboss, sajnálom. Már elég is van. Négy lövése volt mindössze, abból egy ment be. Mondjuk a szép akció volt, ez tény. Hát itt levisszük meg szerintem Rooney-t.
Rooney már nagyon kész van az elejével. És akkor lehet, hogy Kajtot, vagy Kajtot kéne feltolnom csatárba. Meglátjuk. Lesz a nyerő ember? Hát lehet. Reméljük, úgy lesz. Hát támadjunk ki egyébként most. Miért ne? Jó beadás. Áj, nem tudom áthámozni. Klassennel. Hihetetlen ez alá mindent elkap az oldal, nem is lenne érdemes próbálkozni tényleg. Ne, de oda pattan Zanieri. Jó. Jó pattogós gólok! Imádom őket! Azért, gyerünk! Jó! Hát ez is mekkora bugos gól volt, Istenem. Tipikus FIFA gól. Simán a védőjé kellett volna, hogy legyen. Jó, hát amíg az én javamra van, dönt így a gép, addig mindegy. Hát igen, mondjuk el. Hát az is milyen gól volt tényleg, az övé oda pattan direkt szállni, az onnan már nem volt nehéz dolga. De megálltott Klassen. Pedig jó lett volna neki. Ajjaj. Most van nagy baj. Robban a balosával. Ezt megoldja. De nem értem, hogy hogy tudott így üresen maradni. Na mindegy. Sok idő. Hát
Hát, nem igaz. Ay, la Cazette. Hát azon vagyok, hogy rúgjak még akár hármat, de hát sajnos nem akar összejönni. Ez meg nagyon gyenge passz. És lefújja a bíró, már nem engedi ezt a támadást, na mindegy. Hú, hát jó, hogy ilyen csapattól nem szégyen kikapni, de azért nem játszott annyira jó az ellenfél, ez tény. Volt mindkét oldalon bagosból, úgyhogy panaszom nem lehet semmire. Reméljük nem ilyen lesz az Arsenalba. Na még egy utolsó próbát teszek, srácok, aztán ha nem, akkor majd valamikor folytatjuk valami mással. Na, még egyszer megpróbálom. Szóljon. Szerintem jó Kölyt egyébként, vagy Kite. 11 meccs, 9 gól, 1 assziszt. Nem rossz. Szerintem. Még azt hittem, hogy assziszta jobb lesz majd egy kicsit, de nem baj, rúdossa a gólokat, nekem az is jó. Jesus! Az igen. Szerintem tőle ki fogok kapni. Másképp nem tudom miért jönni ilyen csapattal, ha nem tud játszani. Mindegy, hát nem ezen múlik. Mondom, lehet, hogy bucira ver ezzel a csapattal. Nagyon jó. Köszi szépen amúgy. Ott is megy Son. És nem jó, de Snyder, mekkora mákos gól megint. Megnézem, jött-e más loot. Ez most érkezett? Nem, az még egy 12-e, jó. Akkor másik loot az nem érkezett, csak amit már beolvastam. Sniper, Snyder, hát most nem kell annyira nagyot céloznia. Megállt. Son.
én ma bent láttam ezt Klassentől. Marco HD-t, hát nevét ismerem, de egy videóját nem láttam. Meg annyit tudok róla, hogy lebukott, hogy élőben, hogy csal, vagy valami ilyesmi volt, de sosem néztem a csatornáját. Valami trénert használt, vagy mi? Nem vágom ezeket a dolgokat PS4-en, ugye ilyen nincs szerencsére. Ne is legyen. Ez emiatt is váltottam PS4-re FIFA-val, sok csaló miatt annó. Meg mert itt tényleg élvezetesebb a játék szerintem. Butland, azt fognod kellett volna. Jó blokk egyelőre. És meg is van. Hát amúgy pont azért nem is néztem rá a csatornájára szerintem. És minek nézzek olyan embert, aki csal. Mind konkrétan lebukik. Aztán emberileg nekem nincs vele semmi bajom. Nem ismerem. Csak valamennyire azért ez minősít valakit szerintem. És ott megy köjt. Szétlőtte a kapufát, ezt nem hiszem el. Hát ezt illet volna berúgni. Hát én akartam igazából nagy gólt rúgni vele. Most már mindegy. Egyébként Handy az nagyon nekem dolgozik, megint Klassen fölé. Hello Máté, köszi, igyekszem. Szerintem nem szarapes. Egyáltalán nem szarapes. Más. Másban jó, mint a FIFA, de abban viszont tényleg jó. Gameplaybe például szerintem jobb. Mert hogy így inkább azt mondom, hogy élethűbb. De hát kinek mi? Igazából. Én próbáltam, azért is mondom. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt így akarta Snyderrel, de most már muszáj volt beadni. Az igen. Azóta várd a 100K-dat. Hát akkor érdemes volt kiírnia. Remény játékot. Gondolom lebannolták azt a profilját, hogy nem tudom. Nem értek én ezekhez. Inkább nem csak nyeremény játékot, mint hogy kamu legyen belőle. És nem fut be oda az ember. Reinaldum. Vegyem le kommentátor hangját? Hát nem tudom. Szeretem, ha van. De ha hangos, akkor lemegyebb veszem. Ott megy Snyder. Nem jó. Baj még itt van. Mindig Snyder. És Son! Nem tudja befejezni, hihetetlen. Köszönöm amúgy a luccot. Hát igen, kell Józ. Van benne igazság, amit írsz, sajnos. De hát ez van. Ezt kell szeretni.
Nem is nem kell szeretni, csak hát ezt adta nekünk, ezt dobta a gépezet. Well, the tackle there has led to a throw. Jó hangerőn van, értem. Akkor nem nyúlunk hozzá, szerintem se vészes. Hát csak írta valaki, hogyha hangos, de nem tudom, én jobban szeretek úgy játszani, hogyha van kommentár. Mondjuk mostanában már elég sokszor játszok úgy, hogy közben csak zenét hallgatok, a játékot egyáltalán nem. Hogyha így streamen kívül játszok. Ami most már szintén egyre ritkán. Most meg el is kezdett laggolni nagyon. Remélem megjavul. Megy Son Goku. Gyerünk. Ott is van Son. Igen, 6 liga lesz a Journey-ben. Nem, most meg nem mondom, hogy melyik, hat gondolom a legnagyobbak, de 6 liga lesz, illetve az MLS azt tudja, hogy benne lesz. Itt nem értek, mondjuk miért lenne előre lépés Hunternek. Egy MLS-es kitérő. Aztán majd kiderül. Gyerünk, az még nem lesz onnak. Ott is van. Hát a végére még csak második fél idő. Ilyenkor már nem tudom, miért nem van így előre törni, de hát ő tudja. Ja, aha. Hát lehetséges. Nem tudom, én maradok úgyis Premier League-nél, de még mindig ki se játszottam a Alex Hunter féle karriert. Egyszerűen nem tudom, nem tetszik, hogy egy full ilyen skill move, vagy mi az, skill game szimulátor az egész. Sokkal több sztorit belerakhattak volna, ilyen átvezetőket, meg ilyesmi. De hát azért a 18-ig majd csak-csak végig viszem. Jól van, pihenjen az a srác. Most hova viszi? Ez érdekes volt egy kicsit. Követ. Az igen. Hát igen. Azért jó ez a kite. Ez az első meccs, mert már kétszer kiestem. De hát az előző ez egy rohadt jó csapat volt mondjuk, de szerencséje is volt. Most viszont egy hát elég szerény összeállítású csapatot kaptunk, úgyhogy ezen egy kicsit átgázolunk. Hát legalább javul a gólarány. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Uff. És befújta. Na jó, most lép ki. Nem is baj. Jól van, Armand.
Jó van. Adrián, köszi, hogy itt voltál, és hogyha majd tudsz, akkor gyere vissza, ha még addig tart a stream. Hát ja, szegény srácot egy kicsit kitömtük, de hát jó lenne mindig ilyen ellenfelekkel ellen játszani. Hamarabb megvenne az a lap, amit szeretnék. Köszi a luccot amúgy. Most egy Team of the... Micsoda lehet? Team of the Tournament játékost lehet szerezni. Ó, legalább még a fitnessek megmaradtak. Köszi Armand. Csörni? Hát annyira nem hiszem, hogy lesz. Már nem sokan vissza belőle, és... Ugye elkezdtem a végigjátszását, de abba is hagytam, mert... Most azt nézzétek, hogy ilyen skill game-eket játszok, az szerintem rohadt unalmas. Csak azért fogom kijátszani, hogy meglegyen ez a lapja, de... Szeptember óta nem bírtam rávenni magam, akkor gondolhatjátok, mennyire nem tetszik az a mód. Na, ez egy szép, szép csapat. Igaz, hogy sima aranyjátékosok a nagy része, de... Velük már lehet azért mit kezdeni, nem úgy, mint az előző srác. Ja. Köszönöm ide. Ericsson. Ali ott is van. Hát ez gyors volt. Tudom, hogy lehet, hogy gyorsan jön az egyenlítés is, nem mert elpasszolja. Kite-nak jó lett volna. És így nem is szabálytalan. És Snyder! Pedig jól lő mindenhonnan. Opszi! Butland már rajta volt. Kéne még egy gól. Márfa. Ezért meg kéne fogni. Ne! Butland. Ez kellett. De oda pattan elé vissza majdnem másodszor is, harmadszor is. Ez ilyeneket, de nem szeretem.
David Klaassen. Son. Here's a chance to attack. Now Bailly. Now Memphis Depay. Klaassen. Nice return pass. Dirk Kuyt. Trying to find a way through here. Probing away. It's a great understanding here. De lassú passzok voltak ezek. És Son kapufa, ott van még Ali, mit csinálnak ezek? Mit csinálnak, nem hiszem el. Hello János, üdvözöllek. Fú. Ne arra csináld, ó Istenem. Jó, ezt meg kell, hogy szerezzük, ott is van. És nem tudja átvenni Wijnaldum. Amúgy láttátok azt a képet, amit valahol megosztottak Ashley Cole-ról? Hogy elhízott Amerikában, nagyon beteg. Kétszer akkor, amit volt régen. Biztos jó sok hambi volt a menübe iktatva. Hát második meccs, most már ugye harmadszor kezdtem újra. Úgyhogy jelenleg így állunk. Vezetek 1-0-ra, ez még semmire nem elég, de meglátjuk. Döntőbe kapták ki, az nem jó, sose jó. Én is mostában többször jutottam döntőbe és ott kaptam ki. Például hétvégén nyomtam meg csak úgy egy random draftot, aztán ott is a döntőig eljutottam, de kikaptam. Pedig nem is volt annyira jó csapat az ellenfél, de hát jól játszott, úgyhogy ennyi. Nagyot nem is nyitottam utána. Én 80-as volt a legjobb. Ja. Köszönöm a szurkolást! Hát igen, a szerencse az mindig sajnos közre játszik. Még ha jobb is az ellenfél, van, hogy szerencsére nyer. Ezek a flipperes gólok, meg ilyesmi. Az előzőnél nálam is ez volt, hát én is nyerhettem volna. Nagyon brutális csapata volt, de az igaz. De nem játszott annyira jól, mint amilyen csapata volt. És voltak lehetőségek. Csak nem éltem velük. Az kiről ment ki? Rólam? Nem róla. Szont nagyon fogják, úgyhogy megpróbálják inkább tenni ide. És jön a kapus, ez így veszélyes lehet. Neki is ott van azért Szon. Jó. Keane elcsípte ezt a labdát, és jól. Köszönöm szépen, jól vagyok. Szia Benjamin, vagy Benjamin, hova? Üdvözöllek. Akkor köreinkben remélem, hogy majd még találkozunk. És megtetszik, amit csinálok. Messit kaptál? Hát, jó van. Ez király.
Depay. Well, the building steadily here, working away. Hát aztán nem tudom. Végülis bárkit kapnék, eladom, aztán jól jártam vele. Nagyon nincs olyan, akit beépítenék, de hát messze ők attól még, hogy megnyerjem ezt a kupát még. Ezen kívül két meccs, köszönöm a lúcot, el fogom olvasni hamarosan. Amint lesz rá módon. Ott majd bebőröztük Smallingot, de ezért nem olyan könnyű. Ez olyan senkinek nem ment, kettő közébe passzolta. Biztos, ami biztos. Gyerünk Cole, és nem tudom megszerezni Memphis-től. Utána, amikor így össze-vissza jár a labda, nehéz kiszámolni, hogy ki lesz végül. Ott érkezik Ali. És Cole-nak nem jó a passz. És azon az oldalon nincs senki, nem baj, Sont leszereljük. Köjt! Az igen. Ezt eltalálta az öreg Kite. Mindig össze-vissza mondom, még váltogatva a nevét, mert mondom, én Köjthöz vagyok szokva, de játékba Kite-nak ejtik. Nem tudom, melyik az igazi. Mit kezdenék messzi, hogy Neymarra eladnám? Nem tudom beépíteni sehol. Kis gól is gól, végül is így van. Szerintem megérte megcsinálni ezt a köjtöt. Mindig rosszul mondom, de nem baj. Én nehéz vagyok szokva. Ajj. Ben Arfát meg kell, hogy egye ez a Chamberlain. Attacking now. Wijnaldum. There's the interception. Nem volt az igazi. Nem be védelem mögé. Return ball. Wijnaldum. Here's Ali. Gyerünk Son. Fú, oda szépen bevetődtek. Meg kellett azért próbálni. Ez már a kapus martaléka. Köszi. Igyekszem. Igen, középpályán bárhol lehet használni, azért szeretem ezt a követlapot, hogy Kite, hogy tényleg bárhol lehet használni, akár jó meccs elején be kell rakni valamelyik szélső posztra, de utána meccs elején oda rakod, ahova akarod. Tehát így nagyon jó ez a lap. Akár mondom, egy szélső védőt is lehet belőle csinálni, mert 80-as befél van. Na Son is elakad az előtte lévő játékosban. Baj, még megvan ez. Evra már hulla, közben... Kite-nak még félig sincs, felére se ment le stamina. Nem véletlen 99-es staminája van. Nagyon durva az a nap.
De hát jó nyilván azért Xabi Alonso meg... volt még... meg Lám, aki most kijött, ők is brutális lapok. Aki szereti a német bajnokságot, vagy egy spanyol keretbe, német keretbe be akarja építeni őket, mindenképpen érdemes megcsinálni szerintem. Én még kivárok, őket nem hiszem, hogy megcsinálom. Engine van rajta. Mert a balansza az egy kicsit gyenge. És ezt így próbáltam vele feltolni, meg sprint speedet is ad neki, és hát pace-t, úgyhogy engine-nel érdemes szerintem felszerelni ezt a lapot. Hú, igen, ez a Totti se rossz, mondjuk neki a staminát nem dicsérik, mert 70 körüli. Azért így elfárad már a meccsek vége felé. Ó, Butlernek nem lehet ilyen gólt lőni. De amúgy a Tottinak meg a gyorsulása iszonyat jó. Sajnos a sprint speedje csak 80-as. Hát ez így ilyen zárójelben 80-as. Majd hogy csak. Mert igazából egy jó gyorsuló támadó az mindig aranyat érhet egy kiugratásnál. Lövései meg nagyon OP-k, úgyhogy jó az. Visszapaszkált volna egyből. Ez most még csak a második, a harmadik próbálkozásnál. Hát pont annyit lőtt el, ahogy tény. Direkt kérdezte, biztos. Mondjuk ja, a negyedikbe jól lenne egy 4-0-val. Elbúcsúztatni az ellenfelünket. Még addig lesz egy harmadik meccs is. Hát nincs szerencséje az ellenfelünknek, ami nekem csak jó. Butland eddig véd mindent. Hát ezt előre vágjuk, aztán lesz, ami lesz. És lefutom. Ne. Jó, ez azért kicsit durva volt. Ez 86-os Butland, így van. És ki is lépett. Nem csoda. Ez durva volt egy kicsit. Hát ez lehet, hogy nem éri meg annyira. Ezt nem tudom. Hát ez az ott félpályáról Son lefutotta a védőit konkrétan. Nagyon beteg. Na, lehet a következő, az elődöntő. Reméljük ott is kapunk valami hasonlót. Hát én ezzel a csapattal akarok játszani. Tudom, még lehetne egy meccset tolni velük, de inkább nyomunk rá egy fitness-t. Legyen maxos, és akkor a döntőre, ha eljutunk addig, akkor ott már nem kell. Na, csapassuk. Lehet. Lehet, most vágja ki az ablakon a PS-t. Ilyennel nem játszunk. Így ugrál. A Nightbot kicsit szigorú, úgyhogy azért bocsi, ide láttam az üzenetet. Okay. Neki ilyen futós mezekkel megy. Már lehet, hogy ez ilyen elithez kapott mez, és nem kéne ellen játszanom. Ja. Szerintem nem látszok ellene. Próbálj már találni.
Igen. Hát csak mondjuk ő volt drága is a Son, szóval ha azt nézzük, nem annyira hogy rák, mert legalább érte kell pénzt adni. Váltsál már ezt, haver. Ez így olyan szar. Jó, nem váltam ezt. Akkor ne válts. Fú. Most ő lépett ki. Nem kell modit adnom szerintem senkinek. Srácok vannak elegen modik. Köszi Armand, igyekszem. Úristen. Nem már. Ilyen csapat. Hát ez rekt, ez valakinek biztos. Cashly Cole. Meg lesz, remélem. FIFA 18-at már annyira megveszem, hogy ebből is rendeltem. Már úgy kb. Egy hónapja. Úgyhogy első nap már játszok is vele. Sőt, már EA-Access-ben is fogok vele játszani, úgyhogy... Tudhattam, hogy nem jön be. Ez a Modest. Azért ő is egy kicsit úgy... Hát ellenem jó szokott lenni ez a Modest, mondjuk így. Hát itt mindenki itt van. Keita. Royce, ez nagyon beteg az a Royce. És visszapattan, nem hiszem el. Hát ezen a meccsen koncentrálni is kéne egy kicsit. Nem lesz ez olyan egyszerű. Xabi Alonso. Short passes, keeping the ball. Challenges for the ball. Here's a chance to attack. Royce. Szerintem Royce-al lőhetné távolról. Köszi a Lucot, el sem olvastam az előzőt, de el fogom nyugi. Csak mindig elfelejtem. Ilyenkor meccs közben nem tudom. Tényleg, mert koncentrálni kell. Nem már ez nem volt semmi. Áli, szép szerelés. Elől nincs senki, ez a baj. Rossz passz, nem tudom Chamberlain, mi az Isten keres ott. És azt hittem, ez gól lesz.
Köszi szépen, Krisztián. Citromos sört szeretem, mert valamikor megiszom, igen. Ugye el vagyok vele, de azért nem a kedvencem. Nagyon ritkán iszok tényleg sört is, meg bármilyen alkoholt. Egy ilyen jó meleg nyári napon azért jól tud esni néha. Itt, gyerünk, gyerünk! Á, nem jól, nem tudtam már befordulni. Az ott jó, Son! Ne! Rövidre kellett volna tekerni egyet. Nem tudok oda bemenni Sonnal. Lefogták ott a játékosomat. Snyder még egy beadás. Nem jó. Hopp, egy speed up lag. Tök jó. Nagyon jókor. Son! Gyerünk Son és eltolják. Szokratis. Megint Son. De nem akar... Aj, nyomtam már, hogy húzza el oldalra. De még tolt rajta kettőt. És nem Scopton csinál. Pedig azzal szerintem el tudtunk volna futni. Ez már kemény meccs, srácok, bocsánat, nem tudom olvasni a csetet. Most még rossz felé csinálta a Scopton, tök jó. Akar bejönni, amit én akarok. De passzolj már, könyörgöm! Köszi a luccot. Rattul nem vált jó emberre. Hát Armand most nem nagyon tudok koncentrálni, de mondjuk majd Facebookon küld át, és akkor megnézem. Gyerünk Son! Ott tudod hagyni őket? Állam. Érkezett a segítség. Igen, lehet donételni, és meg is köszönöm mindenkinek, Lúccal is, amivel csak szeretnétek. Superchat is be van kapcsolva, bár azt annyira nem ajánlom, szerintem ez nem annyira jó az ilyen kis csatornáknak, mint én, de azért bekapcsoltam, mert miért ne, ha már itt a lehetőség. Szerintem, hát nem tudom, hasonló ez a 86-os, mint a 82-es. Úgyhogy ja. Rendben, Johnny, állok elébe a kihívásodnak. Úgyhogy majd lehet, hogy találkozunk a FIFA 18-ban. Bár én ugyanúgy PS4-re fogom megvenni, remélem te is.
Te voltál John, jól van. Ezt elcsesztem nagyon elcsesztem. Ezt nem így kellett volna. És Modest is átmegy, hihetetlen. Érkezik ott. Stindl. Mondjuk Stindl egyébként ugye csatár, de CM-ben érdemesebb használni, aki esetleg német csapattal játszik. És nagyon jó az a Stindl lap. Próbálgattam annó. Megy rendesen középre. Mindegy. Hát ez egy gólos meccs lesz, úgy néz ki. Még akár tízik is lehetnek, mert elég egyformán játszunk. Nem jó, megint kettő középasszolja. Bármelyikhez megy jó. De ha két ember van szabadon, akkor közéjük teszi be. Majd valamelyik csak elrúgja, de hát általában ilyenkor az ellenfélé. Ajaj. Ne, jól van, megúsztam. Jelünk Smallingtól éred, de hát aztán a passz, ez nem az ő műfaja. Megáll. Hihetetlen, megáll. A játékos, mikor megindítom. És már nála van a nagyobb nyomás, úgyhogy nem ártana valamit alkotni, mert nem lesz jó vége. Ott a Stindl lövésre, Butland véd. Pedig ebből is belekapott a védő. És megint oda pattog. Ú, de jó, hogy gyenge volt a lövés. Hogy a másik oldalra, és megállítja a meccset a srác. Lehet, hogy nekem is kéne cserélni. Nem tudom, hogy kit. Mondjuk Kövét Snyder helyére. És jöhet. Wijnaldum helyére érkezhet. Lacazette. Reméljük bejön ez a csere. Igen, én is tudom, duplán nyomom, akkor erősen adja be. A triplán akkor meg begurítja erőből. Szoktam alkalmazni mind a kettőt, csak mikor, hogy jön be. Az senki. Mondom, a csere miatt rúgta ki. Gratulálok magamnak, nem baj. De hova? Senki nem volt ott, nem áll, hogy ilyen góllal kapja, kibassza meg. Már bocsánat, de hát ez mi volt? Nem jó. Stream tipre gondolsz? Hát
Hát most mit csinálják, srácok, tényleg? Ilyen hulladék gólt kapni egy ilyen meccsen. Legalább tényleg úgy nyerne, hogy egy igazi szép volt lő, vagy valami. De hogy így semmilyen. Hova passzol? Átlend is. Most már mindegy, mert ideges vagyok innen, már nehéz normálisan játszani. Hát szerintem tök egyformák vagyunk, hát mondtam, ez ilyen egy gólos meccs lesz, csak hát sajnos az ő javára dőle úgy néz ki, de még nincs vége azért, na nem adom fel. Csak idegesítő egy ilyen gólt kapni egy ilyen meccsen, ahol tényleg ilyen kiegyenlített az egész. Lacazette mit csinál? Mindenki elnyomja Lacazette-et. Mi? És te... Új, hol van? Azt a rohadt! Azt, hogy miért vette át, ezt nem tudom, de azért csak berúgta. Köszi szépen, Bálint. Hát elődöntő. Ezt nem tudom, miért nem jó, majd megnézem akkor a linket, hogy működik-e a stream tip. Kár, hogy nem működik. Esetleg más megnézni, már nem kell adomány, csak úgy kattintson rá, hogy behozza a stream tipnek a linkjét. Azt a rohadszon. De mi ez? És komolyan? Ilyenkor úgy elfelejtenek passzolni, meg amikor szerelnek, akkor nem náluk magadom, de ezt nem értem. A linket behozza, hát akkor működnie kell. Akkor valami más probléma van. Ugye ott PayPal-en lehet, hogyha van PayPal-ed, hogyha nincs, akkor nem tudsz stream tipen küldeni donétet. Hát Lacazette volt a szuper szubom. De majd megnézem, hogy kik vannak még a padon. Nézzük, ki van még esetleg, aki segítség lenne. Ramsey van, Chan mondjuk nem rossz, Martial. Hát de most kinek a helyére hozzam be Martialt is? Vagy esetleg át lehetne állni egy három támadósba. Majd meglátjuk, most még nyomjuk így. Hol gyerünk, ez az. Lacazette, nem hosszú. Egy kis vissza. Itt tök üresen kiugorhatott. Sem is nyomtam olyan erősen az indítást. Basszus, ne! Lewandowski-ja van. Amíg az útra adtakból visszaveszünk. Ezt nem kell most.
be classy. There's some potential in this move. Well played. Looked very good indeed, but the move has broken down. De ennek előre ezt a rohadt. Nem sok elképzelés volt. Miért nem indulsz meg Lacazette? Ja, már működik, jól van akkor. Jó passz, hihetetlen. Jó. Végig az első fél időnek. Ja, lehet, hogy holnap jobb lesz Voskalinka, simán benne van. Ja, szerintem is jó így a csapat. Így van, tök még mivel nyerünk, valamivel nyerjünk. Nem volt túl sok lövésem, az igazság. De én most már nem váltok formációt. Tehát még egy három támadósat ki lehetett volna próbálni, de nem, mert... Hát, hogyha jobb lesz ez így. Védelem szempontjából. Isten éri el! Ó, basszus! De jó, benne ragadt a szerelés. Szereljük már le. És az Butlandé. Azta. Semmi? What the fuck? Végül is igaz, csak két métert repült. Köjt. Hát nem is értem ezt, hova passzoltam, mindegy, nem oda akartam. De ne vedd át! Ó, te rohadék! Fogd meg te meg! Már bírjuk ki tényleg legalább akkor a tiziki. Jó, hát most akkor 50-50 százalék, meglátjuk. Na Lacazette. Bent van. És kivédi Butland! Ez az. Gyerünk. Az... ez a bagos gól, de gól. És nem maradott a lába, jól van. Kapufás. Há, mellé, szon! Stepping up for this vital penalty.
Jó! A köjt! Azt a rohadt! De még van egy döntő, basszus! Hát már ezen szétizgultam magam, akkor mi lesz a döntő? Fú, fújjunk egyet! Dereje, ereje. Ja. Na. Akkor lehet a döntő. Most egy kicsit már talán lenyugodtam. Mondjuk azért jó. 16 én meg kettőször rúgtam kapura, azért igen, kicsit az elég durva a srác, az valószínű idegrohamot kapott, tehát ez van. Ezt megúsztuk. Még nem csináltam meg a marquee matchups-ot, de még ki se jött. Screenplayert ad. Ja, azt megcsináltam, de Pirlót adott, úgyhogy... ja. Az megvolt. Hát azért egy pár fitness kell. Mindig csak simát dobok, vagy... Már szalom le. Tényleg. Hogy jöjjenek. Hát erre még keresek egy másik rágót is, azt is, mert már szétrágtam ezt kizgalmamba. Hétkor jön ki, igen, a cuccos, és már hát majdnem 7 óra. Ezt lejátszuk, akkor lehet, hogy pont meg tudjuk csinálni a következő SBC-ket. Na nézzük. Döntő. Valaki felismeri ezt a csávót? Mert innen. Na mindegy, meglátjuk. Az szép. Basszus, Neymar 91-es Ousmane Dembélé, Pogba, mi kell még? Hát basszus, ilyen csapatokat. Csak Pogba többet ér, mint majd az egész csapatunk. Jó, nem, azért nem. Hát? Jó, hogy megállítom, azt nem tudom miért csináltad, de kösz. Mondom, látta, hogy majd cserélni akarok felállást. Ez nem sejtett túl jót. Basszus, elszórakozom az időt. Még egyszer meg kell állítanom, mert a védőket még vissza kell rendelnem. Maradjanak hátul, nem kell nekik előre sétálgatni. Így is úgyis előre mennek. A támadás ízik az... Workrate-jük az mindegyiknek magas. Wernerre is van, ja. Hát, nem sok jóra számítok. Jó. Jaj, de... Ekkora béna vagyok. Ez is visszapattan hozzá, nem igaz. Nem, ezt inkább hazadom, aztán kirúgjuk a francba. De minek rúgom ki, azt nem tudom. Középpályám hol van?
De hogy Klassen már sérült, értem. Gyerünk, Son! Semmi jó, nem baj. Jöhet a szöglet. Smalling, de elé beáll! Nem tudom, valaki beállt elé. Hát ez hihetetlen. Ez is. Jó, Dembélével végigfutna. De még akár passzolhat is, de nem is kell passzolnia. Ilyen csapatok el nem tudok játszani tényleg. Ennyire gyors elől. Ez valami brutál. Jól van, Snyder. Végre lőttél egy jót. Na, Fairman. Hát egyébként nem rossz ér egy kevés kis coint. Hát csak fut. Nincs szüksége semmi skillre, mert minek? Úgyis oda pattana valahogyan elé. Azért tud cselezni is, jó. Még egy szöglet, nem. Rúgás. Kire rúgjuk ki. Ez nagyon közel lenne. De hát, Istenem, ez a fejelés is Klassen. Atyaég! Hogy hagyta ki? Középre nem érdemes. Én visszafélem a semmibe. Hát a követőt megpróbáljuk azért, nem félő rosszul. Jól se. Majd pontosan fejel, csak hát nem is kéne találni vele. Nem érkezett, de nem baj, szabad rúgás. Senki nem érkezett középen. Nem is az volt a baj, hogy nem érkezik, hanem hogy megint kettő közép az szólta meg. Ez olyan volt, mint hogyha az én játékosom fejelte volna oda. Ez nem volt semmi. Son. Mondjuk még mehetett volna tovább. Passzolni. Nem tudom, miért ment ez a labda erről, de most már mindegy.
az kapusé. Leolvasta, hogy odadobom. Baj, nem sikerült azért teljesen. Jó. Szóval ment ki? Most egy Chamberlain miért nem megy hátra a helyére? Én értem, hogy jó szélső, de... Ki a középső védője ez a rohadt nagy ógre? Gondolom mondjuk... hogy hívják? Boateng? Azt a rohadt... Nagyon nehéz lenne játszani, mert tényleg egyszer megindul bármelyik csatár, az olyan gyors. Gyerünk, Son, te is gyors vagy. Már nyomtam volna a visszahúzást. Megint egy ilyen hulladék gól. Nem tudom, ilyenkor Butland, az hol jön ki? Minek? Miért? Hát, most felnyom támadóba, akkor tuti, hogy elintéz. Bírnak passzolni. Nem jó taktika ez. Ja, Nacho, akkor lehet, hogy Zonzit láttam. Csak sokat volt hátul. Köszi szépen a lucot. Kicsit vegyünk vissza. Get into the game, and it's a sensible decision by the manager. It's looking good, this move. Wijnaldum. Here's Ali. The cap. Gets his foot in there. Aha. És rögtön ugratja ki az embert, és ide meg nem ér vissza soha Oxlade-Chamberlain. Az ő helyén simán el lehet futni mindig. Nem tudom, lese. Érem nem, de Lacazette meg nem tudja lekezelni a labdát. Költött meg mindenki lefutja. Ez nem volt egy rossz próbálkozás.
Son. Because of that deflection. Here comes the replay. What reflex is there for the keeper? Csak úgy simán oda. Hát ez meg túl közel megy a kapushoz. Dembélé, természetesen. Érje utol valaki. Csak még egyet valahogy hadd rúgjak. Szólnak ezért. Nem tudom visszavenni. Jó, Dembélé, ott nem mész el. Megint kapufa. Hát... Azért már a második kapufáját, nem tudom most jobban játszik-e, valószínűleg ilyen. Azt mondom, hogy jobban játszik, jobban kihasználja a csapatát, de iszonyat gyors játékosai vannak ebben. Aztán nem tudom, nem tudok mit kezdeni. Hátul is nagyon jók igazából. És nekem nem enged egy olyan gólt. Igen, valószínűen itt. Hát, végül is valamennyire partiba tudok lenni vele, de nagyon-nagyon gyors, tényleg. Jól összerakott csapata van. Ezt nem értem, Kölyt hogyan helyezkedik. Oké, hogy nem futná le valószínűleg, de legalább egy visszapasszra jó lenne, ha meg tudná szerezni elől. Az nem szabad rúgás, basszus. Jó. Ne! Azt mondjuk szépen betekelte. Hát szerintem Sané lesz a winner. Hát még nem jött meg párom, úgyhogy addig még akkor igen. Úgyis mindjárt kijön tényleg, úgyhogy... Ez most így sajnál, ez a Footies, vagy Footies, ez a Team of the Tournament pakk, az megint elmegy, sajnál döntőben, de jó az ellenfél, ez vitathatatlan, két kapufája is volt, én nem nagyon jutok el a kapujáig, úgyhogy itt igazából nem ez dönt. Ott meg van egy sérült játékosom is, nagyon jó. Na most már csak lövöldöz, hadd teljen az idő. Van moderátorom, igen, elég moderátorom van. Kapusok már voltak, igen, 86-os Butland lett a nyerő. Jó is ez a kapus. Bár a második ugyanolyan gólt kaptam vele.
suit him. He's going to get yellow here, Bakary Sagne. Szóval nem tudom, van-e értelme rárulni. Mi is lett. Biztos jó, Dávid, hogy jó. Fogalmam sincs, hogy jó-e, hogy feliratkozott rá. Hát ha örülsz neki, akkor jó. Én minden feliratkozónak örülök, és mindenkit ugyanúgy kezelek. Na, Lacazette, nem igaz, ne! Még egy szépítés belefért volna pedig. És egy jó nagy luft lett belőle. Hát a döntőt elbuktuk, srácok, nem baj. Van ilyen. Ilyenkor igazából nem vagyok annyira mérges, mert jó játszott megint. Sokkal több. Nekem csak 8-ból 1 talált el a kaput, úgyhogy rosszak voltak a kapura lövéseim, úgyhogy ennyi. Mennyi most az idő? Na, már elmúlt 7 óra, úgyhogy elméletileg akkor már kint kell, hogy legyenek az új SBC-k, ha minden igaz. Aztán hát, hogyha halljátok, hogy kétszer csippan majd a kaputelefon, akkor az azt jelenti, hogy a streamnek vége lesz. Ha már meg is jött, aha. Micsoda? Június 10-től 14-ig. Hogyha top 25%-ban leszek, aki nem jutott be, akkor mégis megkapom a Food Champions jogot. Mármint, hogy szerepeljek. Annyira nem izgat. Szia, Krájtot! Remélem, jól mondom a neved. Kvalifikálva lettél. Az érdekes. Mondjuk, tényleg annyira nem izgat a hétvégi liga. És tényleg, Pipa. Akkor legalább a csomagot adnád meg. A többi nem érdekel, mert nem játszok hétvégén. Nem borzolom az idegeimet. Tényleg kvalifikálva lettem, ez beteg. Nézzük, Endofan éra, ez nem jött új. Marki transfer, oké, live. Ez eddig is volt. Hát akkor nincsen még SBC srácok. Vagy én nézem rosszul. Lehet, hogy holnap lesz szavazás eredménye. Kilépek, meg visszalépek, aztán meglátjuk. Lutz! Oké, köszönöm szépen, hogy szóltál. Mennyit költöttem FIFA 17-re? 130 ezeret? Hát nem mondom, hogy gáz, nem tudom én mennyit. Hát én is azért sokat. Összeszámolva, hát ugye megvettem a játékot, az olyan 18 ezer volt, meg kb. Ugyanannyit kp-ba. Hát azért 130-et nem, ez az nagyon sok, de figyelj, hát ez most egy olyan dolog, hogyha csak ezzel játszom egész évben, és neked megérte, akkor miért ne? Holnap jön ki? Ó, basszus, hát akkor az így bukó. Akkor lehet, hogy itt vége is lesz ennek a streamnek. Azért még ránézek. Még egyszer. Ja, holnap jön ki. Viszont ha lesz időm, akkor holnap megcsinálom. Majd így szerintem élő adásba, hogyha tudom, ha nem, akkor meg majd csak úgy magamnak. Ja, nincs más. Jó, hát ez van. A következő Endofan írát várom. Főleg remélem most már tényleg benne lesz Gerard meg Lampard, ezt mind a kettőt meg akarom csinálni. Ráadásul ugye gondolom az USA csapatukkal lesznek benne,
Úgyhogy talán nem is lesznek annyira vészesen drágák. Team of the Tournament. Azt lehetett nyerni, meg is mutatom. Itt is van. Team of the Tournament playert lehetett nyerni. Következő napokban pedig szerdán és csütörtökön Premium Gold pakkot kap, meg 1500-et, aki megnyeri. Jövő héten pedig egy Ultimate Screen Player ismét. Hát, wow. Egy ritka fogyó eszköz csomagot is lehet kapni. Úgy néz ki, ebből a VR-ből sosem akar kifogyni az IE. Hát ez van. Hát szerintem benne lesz, igen, valószínű. Hát nagyon vezeti a góllövő listát, bekerült a milyen csapat, amelyik a Real Madrid ellen fog játszani. Augusztus 2-án ez az ilyen liga válogatott, abba is bekerült, úgyhogy szerintem tudja, hogy lesz Team of the Season napja. Láttam is a gólját, néztem élőben, úgyhogy örültem is neki. Igazából, ha tényleg ezt fogja hozni, hogy jókor lesz jó helyen, jól érkezik a labdákra, akkor én elégedett leszek vele, nem egy cselgép Lacazette igazából. Nagyon gyors, jó befejező játékos, és szerintem ez hiányzott eddig az Arzenálból, úgyhogy remélem jó lesz. Hát biztos, hogy bekerült tényleg. Úgyhogy ettől nem kell félni. Jó, MLS All-Star-ba került be, így van. Gyűjtesz? Szerintem nem lesz olyan drága az a Tots Nico amúgy. Nem tudom, milyen platformon játszol. PlayStation-on szerintem nem lesz drágább 30 ezernél, mivel MLS-es. Mármint milyen meccset? Nem, ez drága. Hát, Storkot én sem értem, de hát sokan vagyunk ezzel így az országban. Tényleg két gól királyt is kiadja a csapatból. Oké, most egy Andorra ellen, ami itt az volt a baj, hogy lenéztek, szóval egyik csapatot se lehet lenézni, de ez van. A Team of the Week-ben azért, mert nincsenek nagy bajnokságok, azok már rég véget értek, még az MLS fut, meg egy pár tége, japán, koreai, vagy ilyesmi bajnokság, és igazából ők kapnak Team of the Week lapot, itt a svédek, úgyhogy a MLS, meg ilyen svéd, japán bajnokság, ilyen gyengébb bajnokságokból jönnek ki a Team of the Week-ek, úgyhogy azért van ez így. Szerintem ki fog jönni, igen. Lehet, hogy várnod kell vele pár napot, de utána biztos, hogy lemegy az ára. Hát Nikovicsot persze ott Amerikában nem ismerték eddig, de majd legalább most megismerik az ottani foci rajongók. Hát azért megnézitek az MLS meccseket, most már átmegyünk ilyen beszélgetős dologba. Megnézitek az MLS meccseket, mondjuk egy 2-3 éve üresek voltak a lelátók, amik voltak, most meg már fullon vannak a 100 000-es stadionok, vagy a több 10 000-es stadionok. Nagyon durván fejlődik az amerikai foci, úgyhogy már itt a labdarúgás. Úgyhogy ja. Hát ezt hadd ne én döntsem el, hogy van a jövője a magyar labdarúgásnak, vagy ennek a válogatottnak. Hát nagyon nehéz ezt megmondani. A jelenlegi garnitúra szerintem nem alkalmas. Megint csak eljutottunk arra, hogy nem alkalmas arra. Nagyon gyenge bajnokságokban játszik a nagy része.
legtöbb az ugye itthon. Amíg nem tudunk kinevelni olyan játékosokat, akik tényleg nemzetközi szinten is megállják a helyüket, akár tényleg egy, akár csak egy lengyel bajnokságban, vagy ilyen környező, mint egy német, osztrák, stb. Addig ne várjunk szerintem nagy eredményeket. Az ifi nevelés az nagyon gyenge Magyarországon. Igen, azt láttam is, hogy talán U21 vagy U19-es EB-t nyertek, vagy BB-t, nem tudom, az angolok, úgyhogy ott meg elég jó az utánpótlás, ha azt nézzük. De ez fázító. Ezt hagyjuk, mindenhonnan az folyik, már mondom. Undorodom már attól a számtól. Selejtezőkért szerintem nem. Én úgy tudom, hogy ilyen nemzetközi meccsekért nem is jár Team of the Week, maximum egy ilyen hírólap, vagy egy ezek a Team of the Tournamentek, meg ilyesmi, de ezek mostában nincsenek. Hát nem teljesítenek, az biztos sajnos a magyar válogatottban, de hát ez van. Hát ez az angoloknak is volt egy nem is olyan régen egy olyan időszaka, ahol tényleg nem nagyon neveltek ki semmi utánpótlást. Látszott is a válogatotton, hogy már így fiatalokat nagyon nehezen tudtak beépíteni. Aztán hát mostanában megint elkezdték, mert ugye vannak szabályok, meg bejött a Brexit, stb. Úgyhogy nem tudom, X hazai nevelésű játékosnak kell már a csapatok első szám, vagy az első keretében is lennie, úgyhogy erre most már oda kell figyelni. Például egy City, Chelsea, Arsenal, Southampton, nekik nagyon-nagyon jó ifi nevel, hogy mondjam, ifi központjuk van, ahol kinevelik a tehetségeket, csak hát nehéz beépíteni őket. Nagyok az elvárások, hogy vegyenek, mondjuk egy Arsenalnál is nem nagyon tehetik meg, hogy egy ifit beépítsenek, míg mondjuk 5 éve ezt meg lehetett csinálni most már, csak a nagyon-nagyon tehetséges, mint mondjuk Bellerin, vagy Iwobi volt utoljára. A többieket szurkolók szétszednék Wengert, hogyha jelöltetne egy-egy ilyen. De ez nem csak Wengerre igaz, mondjuk Mourinhóra, vagy bármelyik másik Guardiola. Nem engedheti meg magának egy ilyen presztízsű klub, hogy ne igazoljon sztárokat. Hát most már nem akarom elkezdeni Béla, mert te valamikor majd lesz nézők elleni játék, és akkor majd játszhatunk. Bármikor megjöhet párom, és akkor már így nem tudnánk befejezni, ez meg úgy nem jó. Coutinho Barcelonában nem is nagyon hallottam ezt a hírt. Tám PSG-vel hallottam, hogy összehozták Coutinho-t. Hát nézd, kifizeti az árat a Barcelona, ami elég borsos. Meglátjuk. Szerencsére Bellerint már nem akarják az Arsenaltól. Megvették el helyére Semedót, Bálint nagy kedvencét. Igen, Tottenham meg tudatosan nevelt fiatal játékosokat, és mostanában be is értek. Úgyhogy ők jól csinálták, hogy időben elkezdték. És nekik meg is volt a lehetőségük, hiszen nem egy top csapatról volt szó. Mondjad, BSG. A Barca és a PSG harcol Coutinhoért, hát meglátjuk. Szerintem nem akarja majd elengedni Klopp. Nincs nagyon pótlása a Liverpoolban. Eriksen Barcában, hát szerintem minek, kb. Ugyanolyan, mint Rakitic. Most nem azért, de tényleg kb. Ugyanazt tudná szerintem a Barcelonába hozni, nagyon hasonló stílusban játszanak. Hát a PSG-t csak azért nem szeretem, mert most ők is ilyen új gazdag klub lettek, aztán igazából azt vesznek meg, akit akarnak. Hát ez összes ilyen csapattal ez a bajom. Nagyon elszálltaló így a piac is velük együtt. Hú, a Milán azt nagyon durván beerősített. Igen, Bonucci-t is megszerezték.
Hát még első évben azért ne hamarkodjuk el, azért 8-10 igazolás egy csapatba, azért örülhetnek neki, hogyha 3 vagy 4 bejön abból, tényleg hozza az elvártakat, úgyhogy még első évben én nem mondanám a Milánt. Maximum, hát talán a BL-be odaérhetnek, de majd össze kell érni ennek az új csapatnak. Semmi, most már csak beszélgetünk, Dominik. De hát ez buktam egy döntőt. Nem sikerült megnyerni a Direct Knockoutot, de viszont így is bejutottam a VL-be, ami nem volt cél, mert csak a csomagot akartam megnyerni. De ez így, ez küldött egy üzenetet, hogy a legjobb 25%-ból bekerültem, és ezért majd az ilyen Direct Knockoutból kieső játékosok között, és ezért kaptam kvalifikációt. Mbappé úgy néz ki, hogy marad, igen, mert egyre többen mennek el Monakótól, de azért jön egy pár minőségi pótlás is, és szerintem jól teszi, hogyha marad még egy évet legalább. Kiderül igazából, hogy mit tud. Na és most jött meg a párom, úgyhogy srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg jó volt itt beszélgetni a végén. Nem ismerem azt a rézőregeret, de hát a réző az mindig minőség, úgyhogy simán jó lehet. Na, tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aztán majd legközelebb folytatjuk, addig is sziasztok!